Örökkanizsai Dobó Sándorék 8-9 szántóföldi növénykultúrát vetnek évente, de zöldségtermesztéssel is foglalkoznak. A 2016-os év meteorológiailag nagyon jól kezdődött, mivel az elmúlt télen elég sok csapadékot kaptunk a Észak-Bánát területén, több mint 300 liter eső esett. És ez már a tavaszi induláshoz nagyon jót tett a kultúráknak, mivel volt a talajban elég nedvesség. Ez utána meg is látott a buza és a repce terméshozamán, szolid jó hozamok alakultak ki, azonban ugye meglepetés ért bennünket, hogy az alacsony árat még aratás közben ugye visszafogták, még csökkentették a fölvásárlók. Utána ez az egész folytatódott a többi kultúra betakarításával, sokkal nagyobb költségeink lettek a betakarítás terén, nálunk főleg a cukorrépánál nagyon rádolgoztunk, mivel a szedéskor ugye traktorokkal áthordtuk a magasabban fekvő dőlőutakra, utána a teherautókat már úgy kellett szintén vontatni ki traktorokkal. A kilogramm nagyon szép lett, jó lett, azonban a cukorfokot eléggé leminősítették, és a végén dinárba ugyan annyit kaptunk, mint hogyha lett volna egy szerényebb hozam, és sokkal kisebbek lettek volna a kiadásaink, a költségeink.